אנחנו קוראים בספר כתבי Jó בלעם, reggelt mindenkinek, Balaszolám Mirásából olvasunk, Betsár Kavanot, a szándékok kapuja, mondják az oldalszámot a Héber verziói könyvben, kérdéseket föltenni a Kamara TV-n keresztül, a kíváncsi kérdések lesznek sugározva lecke során. Tehát még egyszer, szándékok kapuja, Betsár Kavanot. Ari szavaival kezdjük. 88. A Noga az összes világban a kiválogatatlan részt képezi, itt mondtak egy arám szöveget, mivel amikor a Noga a Yesodon csünk, ez az előbőr, amelyet le kell majd metszeni, és ez az, ami megakadályozza a lélek kapcsolódását, és a sabat estéjekor, amikor nincs összetapadás a nógával, akkor egy jó hozzáadás történik a szombat által ehhez, mert enélkül a hétköznapjokban vagyunk, amikor nem lehet végrehajtani ezt a körülmetélést. Tehát az összes világokban a nóga, azok még nincsenek kiválogatva. Mi mondták még egyszer az arám szöveget? Amikor a nóga a Jeszothoz kapcsolódik, ezt nevezzük előbőrnek, amely majd a körülmetélés tárgya lesz, akkor ő beborítja a lelket, és akkor egy része van csak, ami nem borítja be, ezért a szombat estekor az ivú, amikor a nóga nem kapcsolódik az ivúkhoz, vissza tud térni egy jó hozzáadásba, és akkor a sabat korrigálja azt, ami a hétköznapokban korrigálhatatlan. Egyszerű fény, 88-as pont, most jön Balaszalán magyarázata ehhez. A Tikladásia de Sikmatim, amikor amely a Jeszothoz való kapcsolódás jelenti a nógának, és itt tovább. Szombatkor, ahol nincs dvekut a nógával, mivel a parcukban nincs a haja fénye, az ő hazéjétől lefelé, az kizárólag ahor-ahor állapotban kell, hogy korrigálódjék, és ez a jelentése az Ahorimda bojtának, és ezek kiválogatatlanok maradnak, és akkor az előbőr az hozzátapad a körülmetéléshez, amit Jeszodnak nevezünk, az alapzatokhoz, mivel a nehin túlmenően minden szfírát föl kell emelni a rostok szof 10 szúráján belül a parcukban, és ki fog derülni, hogy még a hazétól lefele is három kahábedény van, amelyek ki lesznek válogatva, és a baszár és az orr, a hús és és a bőr állapotai minden egyes nehiben, ezek kiválogathatatlanok, tehát korrigálhatatlanok, mivel az ítéletek valóban a sziumban tárulnak fel a parcok végénél, amely a jeszod, és ezért a három kivágott edényben is valóban a jeszodban nyilvánulnak ezek meg, azonban a baszár és az orr, az a hús és a bőr kiválogatatlan. Ezt nevezzük úgy, hogy klipa nóga, a jó és a rossz tudásának területe. Ez valóban, és három klipa is bele van ebben foglaltatva, és ők együtt neveztetnek előbőrnek, miután ez egy szabály, hogy minden egyes kiválogatatlan állapotban nóga van, és a három fő klipa, amelyek összekeverednek a klipa nógával, és akkor a nógát Tiklad Asián de Sisra Timnak nevezzük, mivel a felső bőség, amely a jeszodból árad, amelyet léleknek, Nesamának nevezünk, ezt ölelik körül a nógának a héja, és a három klipa ebbe van belefoglaltatva, és pedig a hét köznapokon megnyilvánul állapot. A helyennek az illuminációja, ez nem ragyog a hét napjai. Na, olvasok ezt még egyszer, az orpasutnak az elejét. Tehát egyszerű fény, tikládás, imaden ismatim, stb. Amikor a nóga a jeszothoz kapcsolódik, stb. Szombatkor, sabatkor, amikor nincs még a nógának a kapcsolata az alapzattal,
mivel nincs hajafény a parcukban, a hazétól lefele, ezek kizárólag ahor állapotban képesek korrigálódni. Ez a jelentése az ahorin bojtának. Ez csak haszadin fénye van, adakozás fénye, tehát itt nem keveredik össze a megszerzési vágyakkal, mondjam. És akkor ezek kiválogatatlanok maradnak, majd pedig az előbőr, az a milához, az az alapzathoz kapcsolódik, amely a jeszod, azaz, mivel ezek a kiválogatatlan nehi elemek, ezek minden egyes szfírában megjelennek a 10 szfírán belül, a rostok szof részében a partusnak, és majd kiderül, hogy még hogyha a hazétól lefele is beszélünk, itt a kehább edényei is bele vannak foglaltatva, amelyek már ki vannak válogatva, adakozó edények, és a basztár is az orr, amely a hús és a bőr minden egyes állapotban, ezek kiválogatatlanok, még tehát van bennük megszerzés, és bár az ítéletek az a szium részében jelent meg a parcufnak, azaz a jeszodban, ezért van egy állapota a kiválogatott edényeknek a jeszodban, azonban a baszár és az orr állapotok a jeszodban kiválogatatlanok, és ezeket hívjuk úgy, hogy klipa noga, jó és a rossz tudásának a fája, és a három klipa is bele van ebbe foglaltatva, és mindegyik együtt orálának, azaz előbőrnek van nevezve, mivel ez egy szabály, hogy minden egyes kiválogatatlan állapotban ott van a noga és a három klipa összekeveredve. És akkor a nogát tikladásikat és nismatimnak nevezzük, mivel a bőség, amely ezen keresztül a jeszodba áramlik, amelyet nesamának nevezünk, a klipa noga megszerzi ezt, beborítva a lelket félig, és akkor a három klipa bele van foglalható ebbe. Ez az állapota a hétköznapoknak, amikor a haja fénye nem ragyog a hét napjain. Azonban szombatkor, amikor a haja fény elkezd illuminálni a világban, ragyogni, akkor az edény erőfeszítéseket tud tenni a parcukban, amelyet hasmájának nevezünk, mivel a négy fény, azok ki lesznek válogatva a saját edényeknek megfelelően, és csak a negyedik edényt hívjuk hasmájának, mert a haja fénye a keter, a nesama a hokmában, a ruha a kabinában, a nefes fénye az erámpinban nyilvánul meg, amely az első edény, amelyet hasmájának nevezünk, és akkor a baszár de jeszodnak a része ki lesz válogatva, mely koronának van nevezve, és akkor a három előbőr rész, az lesz válasza róla, és még hogyha valóban van egy ötödik edény, amely kiválogatatlan, amely az, a bőrűek az edényei, amelyek valóban a jaida fényét kívánják meg, azonban, hogy a hasmának a korrekciója a sabathoz egy hozzáadást ad, és akkor ez úgy tekinthető, hogy nincs összetapadása a klipa nogának semmilyen módon, mert még a bőrnek az állapota is úgy tekinthető, hogy ki van válogatva, ezért nincs klipa noga megnyilvánulás abban az állapotban, amely mintha nem lett volna kiválogatva. Ez az, amiről Ari beszél, hogy a szombat esti zivukban nincsen klipa noga, és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, az a szombathoz hozzáadódik pozitív módon, azaz kijelenthetjük, hogy a bőr állapotában, amely az jeszodhoz kapcsolódik, ez nem tekinthető teljesen kiválogatatlannak, miután ez a szombat hozzáadásával korrigálódik, még akkor is, hogyha nincs még meg a jeida fény benne, amely a valódi kiválogatást tenne. Ez a szombatnak a gyógyító ereje, mondjam. Na, három. Az amerikai srácok kérdezik. De azt kérdez, amiről tanulunk, nem valami másról kezd el bolyongani. Na. Mit jelent az, hogy erőfeszítést tenni? Amikor ezt tanuljuk. Mit jelent itt ennek a tanulása során az erőfeszítés? Limut. Na most kivételesen jól kérdezett, mondja rá. Tehát a kapcsolat irányába kell erőfeszítést tennem, mert hogyha erőfeszítés nélkül tanulsz, akkor bölcselkedsz. Amikor az a célod, hogy összekapcsolódj, akkor tanul a tórát. Tehát azt kell keresned, hogy ez közelebb viszi a barátaidhoz.
hogy milyen erőfeszítést tudsz tenni a barátokkal együtt, fel kell készülni a tanulásra. A kabbalisták 2 órát készültek gyakran, miért eljöttek a leckére. Annak érdekében, hogy felkészültek legyenek magára a leckére. Hogy megszerezzék a lecke erejét egy bizonyos mértékig. És minden egyes leckén az volt a cél, hogy közelebb kerüljenek a teremtőhöz. Ez komoly felkészülést igényelt, és ez mindig a felkészülést fontosabb volt, mint maga lett. Nyilván ez nem fog átáramlani az agyaddal, csak a belső erőfeszítésen keresztül nyilvánul meg, az érzelmeid elsősorban, hogy valóban a szíved tiszta részeit tud összekapcsolni a többiekkel és a teremtővel. ממש זה לא ברור לי, אני מאמין לך שעוד לא ברור, אבל צריכים להשתדל. Nem értem ezt, mondja srác, én hiszek neked, ez nem világos, próbáld meg, mindig egy kicsit jobban, és akkor az erőfeszítéseken keresztül érzések jönnek majd. Még a dolgok felett is, amelyeket ma nem értesz. De mi az erőfeszítés pontosan? Gondolat, fókusz, az erőfeszítés az, hogy kapcsolódsz a barátokkal. Semmit nem teszel magadért, azért tanulsz, hogy ők többek legyenek. Amikor a gyógyszert úgy próbálod meg megragadni, hogy engem hozzájuk kapcsoljon. Tehát csak a köztetek lévő kapcsolat az, ami... A velük való kapcsolat az, ami kiemel minden fölémmel, abban a mértékben, amilyen mértékben, de kapcsolatban vagy velük, belül, tudod felfedezni a Tórát, a felső világot, a teremtőt, mindent. A barátokkal való kapcsolat, minden. Amilyen mértékig képes vagy ebbe az elutasításon túllépni, amilyen mértékig valóban össze akarsz kapcsolódni, ennek megfelelő mértékben fogod a kapcsolat intenzitását is megélni, és a szándékot is megélni. Oké, de amikor én... Nekem lövésem sincs, hogy mi a kapcsolat. Jó, de hát, ha nem vagy még kapcsolatban, hogy lenne róla a lövésed? Oké, na de ön azt mondja, hogy nekem erőfeszítést kell tennem a kapcsolat irányába. Így van. Na de hogyan tegyem ezt meg? Azt csináld, amit mondanak neked, mint egy kisgyerek. Aki növekedni akar, akkor nem kell életenél, mi történik. Nem jó, ha agyalni kezdesz ezen, mert az agyad az a bestiából származik, az állatkádból, és ez egy másfajta irányba rángat el. Oké, mondja a srác, de én itt csak ülök, és ebben akarok olvadni, ebben nem, mondja rá. Természetesen neked nincs még érzésed pontosan, hogy mit kell tenned. Nem érzel ízt ebből az egészből, mégis. Ennek megvan a célja, mondja rá. Ez nem cél nélkül való, ezt meg kell értened, hogy az összes vágyad és gondolatod a teremtőtől származik, aki játszik veled 100 000 féle irányból, és akkor te egyetlen pont vagy itt. Mint egy ilyen elemző kell ezt megnézned, nyilván. Neked kell felfedezned, hogy ez a szívben lévő pont, vagy az a szívben lévő pont. És amikor a szívben lévő pontban vagy, és mintha ezen keresztül valóban a teremtő mikun rá ugyan téged, de mégis akkor minden irányban az én erőfeszítésem, hogy ne ő, hogy ő kontrolláljon ugyan engem, de én kérni tudjak tőle, és ez pedig a más vágyakkal való kapcsolatomnak az ereje által tudom megtenni, tehát ezek az erők, amelyek hozzám áramlanak a teremtőtől, ezek rengeteg problémát okoznak. A teremtő azonban meghatározott céllal küldi ezeket, és hozza létre a világot ezen a módon. És nekem egyetlen dolgot kell akarnom, hogy minden zavar felett kapcsolódjunk, azaz,
hogy érezzük a zavarokat, hogy valóban mint egy kisgyermek fölé emelkedjünk mindennek, és ezáltal megértsük, hogy mindaz, amit elértünk a zavarokon túlmenően is, a vele való kapcsolaton és annak a tökéletességén keresztül is, valóban csak egy dologra használjuk fel, hogy fölé emelkedjünk mindannak, ami ebben nehézséget okoz. Hogyan tudom meghatározni, nincs más rajta kívül, hogyha minden zavar felett nem vonom magamra azt az erőt, hogy ezek tőle áradnak, és valóban különböző részeknek a kapcsolatait a teremtő nyilvánítja meg, mert különben hogyan működhetne ez? Neked meg kell határozni, nincs más rajta kívül. De hát a munka valóban az, hogy állandóan a dolgokon gondolkodjunk, elemezzük. Amit most mondok neked, ez a munka. Hogy valóban a teremtő egyediségét érez magadba, és magadra tud vonni minden zavar felett ezt az érzést, mert különben, mint teremtett lények, soha nem fogjuk érezni az egységet. Csak amikor a leválasztottságot érzed, amikor annak az emelkedését érzed, és akkor ezen keresztül az ő egyediségét fogod felfedezni egyre jobb mértékben. Ennek így kell működnie. A fény legyőzi a sötétséget minden alkalommal. Vagy közös vonalnak is nevezheted, bal, jobbnak, és ugye a közös vonal fog dolgozni, te határozod meg a közös vonal. Ez az, hogy ez működik. Tehát ülj le, tegyél erőfeszítés, mondja Rav, és ha megteszed, akkor, mert ha nem teszed meg, akkor minden el fog illanni, ha pedig megteszed, akkor csak a nehézségek fognak elillanni. Na folytassuk. 88-as pont, Ari szavai. És az jelentése a Parashat Mishpatimnak, Elokim a Nógának az ereje, mivel a Zerampintól, a Briából, egészen a Malkut Sziumjáig 120 kombináció az Elokimnak, hogy az ellet magyarázva, ezek pedig a külső edények tulajdonképpen, és ezen túlmenően ott van a Hasmál, ahol, ami az Elokim de Nógán kívül van, és itt kezdődnek az idegen istenek. Tehát ez a jelentése a Parashat Mishpatimnak, hogy az Elokim, amely a Nógának a belső jelentését adó erő, mivel a Zerampin a Briában egészen a Malkut Sziumjáig, az Asziában mondjam, 120 kombináció van az Elokimoknak, ahogy azt elmagyaráztuk, és ezek külső edények, amelyek itt ebben az állapotban vannak, és ezeken túlmenő van a Hasmáél, és ez az Elokim de Nóga állapota. Ez az, ahol az, ahol az idegen istenek, az Elokim, nem tudom, micsoda héberül mondták, kezdődik. Egyszerű fény, magyarázat. Elokim, az a Nógának a jelentése, stb. Mivel csak a Gár az vezető havajának, a Vák, amelyben Nefes Ruach van, ezek Elokimnak neveztetnek, ezért 120 kombináció van az Elokimoknak, ami az Zerampin de Briában kezdődik, amely Ruach, és ezek kiterjednek a Malchut de Asziáig, és ezek az állapotok azok, amelyek a szentség elokimjait tartalmazzák, és ezek nincsenek teljes egészében kiválogatva még, és ezeket a Noga elokimjának nevezzük, és ez jelzi az erők összekeveredését, a jó és a rossz erőké, és ez az, amit idegen isteneknek nevezünk, itt kezdődik, a, és itt mondták az Elokim nevét héberül, és mindaz, ami ezeknek az erőkhöz kapcsolható, bálványimádásnak minősül. 89-es pont, tehát az Elokim jelentése a Nógának, stb. Mivel kizárólag a Gár, azt tekintető havajának, a Vák, a Menefes Rua, ezeket Elokimoknak nevezzük, és ezért 120 kombináció van ezeknek az Elokimoknak, melyek az Zerampin de Briában kezdődnek, a Rua, és akkor ezek a Malkutok terjednek ki az Asszián keresztül, ez a jelentése a Szent Elokimok állapotának, és azok, amelyek nincsenek még teljes egészen kiválogatva, ezek a Nogának az Elokimjai, jelezve azt,
az erők keveredését, amely a jó és a rossz erők keveredése, ez az, ahol az idegen istenek, az Elohim, nem tudom, kisnek kezdődnek, amelynek az ereje tulajdonképpen a bálványvádás. 90-es pont felül, Ari, ez a jelentése a 280 sziklának, amelyek kilettek válogatva a Klipanógában, és innentől, itt kezdődik a nem tudom, csoda a gemátriában, éhében mondták, a 288 vágy bele van foglaltatva, ezt kurszájátes ügynek nevezzük az idrában, tehát egy fészeknek, amelyben a Klipanóga növekedni tud, és ennek megfelelően az acilut, a kurszájátes ügynek az állapota, ahol a zerampén és a Malhut lefelé minden jót kisugároz. Még egyszer, 90-es pont. Ez a jelentése a 288 szikrának, amelyek valóban kiválogatva maradnak a Klipanógában, és ez a nem tudom minek, ahol a 288 bele van fogadva ebbe a szóba, amelyet kurszájátes ügynek írának nevezünk, és a klipák a Nógán belül, amelyek pedig abszolútnak tekintetők, amelyek Szent Elohim Okka Kurdejdesi Mim állapota, és a Zerampim a Briától lefele a jósoros tudásának a fája. Na, tehát az egyszerű fény, a Klipa Noga az abszolútnak megfelelően a Szent Elohim összege, ezek a hasmálon edényeihez kapcsolódnak, ezek jók minden rossz nélkül, és ezért ő úgy tekinthető, mint Elohim de Kedushim, a szentség Elohimjai. Mivel egy parcuf minden, az Zerampin parcufja az Acilutban, és a Biantok is oda, amit elkezdünk vizsgálni, azáltal, hogy megvizsgáljuk, és hogy felemeljük az Acilúthoz, 91-es pont, és ez a jelentés a Paradumának, ahol teljes egészen meg kell, hogy értsük, ezt miután, ezt még Mózes sem tudta elmagyarázni, hogy a jó és a rossz hogyan kapcsolódott össze egyé, és a korrekció végén valóban a jó és a rossz tisztátalanságának a felismerésével fog korrigálódni, mert az a Nógának a női része, amely a mancipa az öt tiszta vérnek a jelentése, az öt tisztátalan vérnek a jelentése a gemátriában, ami megfelel a... Itt mondtak egy héber szót, minek ezt nem értettem. Tehát ezeket először nem tudjuk megvizsgálni, mert még a Garde Binában is vagyunk, kizárólag a Garde Bina fölötti részeket tudjuk megvizsgálni, ahol adakozás érdekében tudunk megszerezni. Ez pedig a Garde Acilúthoz való kapcsolatot jelenti, és ez maga a Gemárti Kun. És ezek az érzéki állapotok tehát azok, ahol valóban nincs olyan képessége másképpen ennek a kiválasztásának, mint az, hogy megjelenik a fény, de csak úgy működik, hogy az ahapot felküldjük az Acilut világához. Ez a Paradumának a titka, ugye ez a vörös nem tudom minek, mert ez egy cselekedet nyilvánít meg, amelyet végre kell hajtani. Ez egy megtisztulás folyamat, a tisztán és a tisztátalan összekapcsolódása. És ez a nagy titok, hogyha mi ezzel tudnánk dolgozni, megfelelő módon, azáltal, hogy akkor tudjuk fölemelni a biát az Acilúthoz. Las Vegasból kérdezi valaki, hogyan tudjuk megtalálni a tiszta részt bennünk, és az mi? Megtalálni, nem kiterjeszteni, megtalálni. Ahogy mi beszéltünk ma már sokat erről, hogy nekünk a saját állapotban megfelelően kell értelmezni, tehát hogy az ember nem érez izgatottságot, nincs rossz érzése, nyomás érzése, zavarodottsága, nem érzi, hogy az elméje állapotában van, olyan állapotban, hogy érzi az erők kontrollját. Tehát elkérünk egy olyan állapotot, mondjanak, amikor az embernek arra van szüksége,
hogy valóban meg tudja vizsgálni pontosan, mit is akar az időszak után megvizsgálni, mert nincs más rajta kívül, ez a legfontosabb vizsgálat. Mert ha ezt megértitek, hogy minden az Istentől jön, akkor minden más sokkal egyszerűbbé válik. Tehát beleértve azt is, hogy az Úr és az ő neve egy, ezt megértitek pontosan. És hogyha mi meghatározzuk az egységnek az alapjait, amely minden egyes elválasztás fölé emeléséről szól, és megpróbálunk, megkísérlünk megérezni, hogy az egész nem azért, hogy jól érezzem magam, hogy ez mind a Teremtőtől jön, nem kell nekem félni senkitől, nekem nem kell semmilyen más számítást végezni, más figyelembe venni. Azonban rá fogunk jönni, hogy ez nem így van, hanem nekem fölé kell emelkednem a saját problémáimnak, és ez a legnehezebb, mert itt az egész rendszert be kell mozgatni, magyarabb, amikor valóban ezt meg tudjuk tenni a Teremtő érdekében, tehát nem önmagunkért, ezt a fajta egységet, és ez egy probléma, ami a megszerzés adakozás érdekében, vagy adakozás adakozás érdekében állapota, amikor valóban bele vagyok foglaltatva abban, hogy nincs más rajta kívül, az egón fölemelkedett, hogy ez a klipa, ami nekem csüngeni kell, hogyan tudom én leválasztani magam erről, és hogyan tudok azon a tényen csüngeni, hogy semmit nem akarok a saját érdekében cselekedni. Tehát itt meg kell értenem, hogy csak és kizárólag akkor tudok tovább lépni ezen, hogyha túllépek a szenvedéseken, és a szenvedéseket pedig úgy, azt a Teremtő egyediségének tulajdonítom, vagy segítségének, hogyan tudjuk akkor ezt megtenni. Meg kell kísérnem összekapcsolni a barátaimmal, és ez az egyetlen hely volt, ahol valóban az elutasításon és a problémákon túlmenően meg lehet érezni egy csomó dolgot, ezért nincs más hely, mondja, ahol az edények törése után valóban érzem, hogy nincs más hely, mint ahol össze tudok kapcsolódni, és nem csak azért, mert én jól akarom magam érezni, hanem azért, mert ezáltal én jót okozok a Teremtőnek. Miután a köztünk lévő kapcsolat segítségével eljutok oda, hogy ne az egoista jó érdekeljen engem többé. Mi egyre közebb kerülünk ehhez, majd ezt meg fogjuk vizsgálni, magyarul ez még odébb van. Érzelmileg nekünk el kell kezdenünk érezni mindezt, és ehhez kell egyre közelebb kerülnünk. Ez nyilván egy állapotot ad, ahol valóban meg tudjuk tanulni azt, hogy kell valójában helyesen tanulni, milyen állapotokon kell keresztül mennünk, hogy felfedezzük belül az érzéki különbözeteket, a kapcsolatnak az erejét. Miért hívjuk a nógát klipának? Minden, ami ezen belül megvizsgálta, az klipa. Persze mondhatod, hogyha nem vizsgálom meg, világos, hogy akkor ez gonosz? Persze. Miért hívjuk ezt mégis klipának? Azért, mert nincsen gonosz. Hanem meg kell tudnunk vizsgálni, hogy... Tehát minden ilyen megvizsgált rész klipák nevező. Nyilván sok klipa van. Tehát folytatva az önmagyarázatát, hogyan lehetséges az, hogy a klipa nóga az jó legyen rossz nélkül? Hát ez a szentség ereje. Oké, de amikor én a szentséghez tapadok, akkor túl tudjuk lépni a helyzeten, ami létezik. Ahogy a minden jót te kontrollálj, mondja, de hogyan? Hát nyilvánvalóan mi ez akarsz tapadni? Ez egy különleges fénykel, ami felülről jön szombatkor. Oké, ez az a hely, ahol a választásunk fölé tudunk emelkedni. Van egy szelet, mondja, ami sávban a klipa nem tud felemelkedni szombatonként, azért, mert a felülről ragyogás megállítja a klipanóga felemelkedését szombatkor. Oké, na, akkor mi a munkának a lényege? A szombaton nem kell dolgozni semmit. Nem kell csinálni semmit. A szombat fénye fent megtart. Oké, na, de azt jelenti, hogy elértük a munkának a szintjeit, akkor mi történik? Felülről felébesztések érkeznek, mondja,
ezek a ragyogások rád kerülnek, fölét kerekednek, és ezáltal, hogy megtartod a szombatot, valóban belépsz a munkának a lényegébe, és akkor én kérem a teremtő cselekszik, én kérem a teremtő cselekszik, és akkor az, nekem csak el kell fogadnom azt, ami történik. Én, tehát én nekem nem kell tennem semmit igazából, viszonyba kell kerülnem a teremtővel. Ez két rész, egy partner kapcsolat tulajdonképpen, hogy én kérem a teremtőt, ő megcsinál. Sokat lehetne erről beszélni, de menjünk át a lecke következő részére. Előtte pedig énekeljünk egy dalt. מה מפריד בינינו? מה עוצר בעדנו? מלאחות את השברים. מה משותף בינינו? מה מאחד אותנו? הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים. נשזור בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. שכתבו לנו מילים, בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים